Azaz, nem adjuk föl csípőfönt, nem segítesz ennyit lábbal, azaz. Szuper! János és Csaba személyi edzőt kerestük meg munka közben, és kérdésünkre elmondta nekünk, mennyire fontos az eredményesség eléréséhez a helyes cél kitűzése. Sokan ezt elrontják az elején, így nagyon hamar kedvüket veszi a sport, pedig szakember segítségével ezt sikerre lehetne vinni. A külföldi és a hazai statisztikák és a tapasztalatok alapján ilyenkor az újévi fogadalmat tevők 38%-a választja azt, hogy a fizikai erőllétén változtatna, illetve egy kisebb százalék még a fogyást is ideveszi. De sajnos ugyanezek a számok azt támasztják alá, hogy az emberek nem túl kitartóak, ugyanis január végére ennek a számnak az egésznek a 80%-a teljesen abba hagyja az egészet. A maradék 10-pár százalék eljut márciusig, de ugye ilyenkor jó hír az, hogy aki idáig eljut, az tulajdonképpen kitart egész évben. Szerencsére Szekszárdon már több edzőteremben is van lehetőségünk testünket karban tartani személyi edző segítségével, illetve más sportágakat megismerni. Ahhoz, hogy az ember változtasson az életén, nem kell újévi fogadalom. Sőt, az lenne az ideális, ha mindenki, aki teheti, akinek ideje, pénztárcája engedi, változtasson az életén. Legyen ez bármilyen mozgás, lehet ez egy napi séta, futás, ideje lejön a konditerembe. Ez bármilyen futás megfelelő, ugyanis a magyarok nagyon keveset mozognak, és ez nem jó dolog. A sportszakember elmondta azt is, hogy 70%-ban számít a helyes táplálkozás az álomalak eléréséhez. A táplálkozás nagyon fontos, főleg, hogyha valaki a testsúly csökkentését tűzte ki céljául, akkor azt gondolom, hogy ezt a számok is alátámasztják, hogy 30%-ban maga a testmozgás, és 70%-ban az étkezés fogja ezt befolyásolni. Sajnos egyébként Magyarországon nagyon helytelenül táplálkozunk, nagyon sok műételt viszünk be, és nagyon kevés vizet fogyasztunk. A 14 éves kora óta rendszeresen sportoló Kun Attila el sem tudja képzelni mindennapjait edzés nélkül. Nem csak neki, hanem családjának is a mindennapjaikban szerepel a testmozgás valamely formája. Hetente 2-3-szor tudunk eljönni, személyi edzővel edzünk. Nekem nagyon fontos, meg a családomnak is, hogy pontosan végezzük a gyakorlatokat tervszerűen. Én úgy gondolom, hogy aki otthon nézeget videókat, hogy hogy kéne jól csinálni, azoknak szerintem a 20% az, aki pontosan meg tudja a gyakorlatokat csinálni. A sérülések, a balesetek elkerülése véget, én azt gondolom, hogy megéri személyi edzővel tudatosan edzeni. Ő tudja az alkatunkat, felméri a képességeinket, és ő azt szerint edz minket. Ő szállítja az edzéstervet, figyel minket, minden gyakorlatot pontosan végzünk el, és még esetleg táplálkozási tanácsokkal is segít minket. Nem véletlen a mondás, épp testben, épp lélek. Megfontolandó gondolat az év bármely időszakában.